Elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol is bemutatjuk eheti vendégünket, és sokan megvádoltak minket azzal, hogy csak olyan labdarúgókat hívunk, aki, hát hogy mondjam, egy követ fúj velünk. Harmadik epizódra műsortörténeti pillanat, ugyanis elfogadta meghívásunkat a 11-szeres magyar válogatott, jelenlegi gólkirály jelölt, a Videóton csatára, Nemanja Nikolić! Köszöntelek! Figyelj a zenére, ez neked lett, foglalj helyet, köszönjük szépen, hogy eljöttél, hát óriási. Tehát, hogy Nikolićnak el kell jönni a stúdióba, hogy halljam ezt a zenét, ami igazából egy kikopott kazettán apám kocsiába állandóan ott volt. Nikó, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem fogunk esztyűskézzel bánni veled, úgyhogy rögtön az első készúrás. Mi volt a görögök ellen? Nagyon nagy helyzet volt. Hát nem mondom, mondom. De igazából nagyon sajnálom, hogy nem tudtam örömet szerezni sok szurkolóknak, akik kint voltak a pályán, meg a nézőknek, akik tévé mellett voltak. Nem volt egyszerű szituáció, de úgy tűnt, mintha nagyon egyszerű lett volna, és fölé rúgtam a labdát, elég messzire, de igazából... Vannak adatait, hogy ez a labda hol köthetett ki? Nincs. De sejtek, hogy nagyon messzire ment. Sajnálom, nagyon nagy motiváció volt bennem, és nagyon nagy gólt akartam szerezni, és lehet, hogy pont abba már is buktam. Én igazából adnék egy tanácsot, szerintem be kéne fejeznod a bajnokságba a gólrúgást, hogy maradjon a válogatottra valami, tehát szerintem sokkal több ember voksolna erre, hogy inkább a válogatottba rúgdosd a gólt. Most úgyse fognak utolérni, nem? Mert bebétet hát figyelj, adok, de igazából ha tudnék választani, akkor válogatottba is, meg a Videótonba is szeretnék sok-sok gólt szerezni, úgyhogy azon leszek, hogy válogatottba is ugyanilyen eredményesen játszok, de igazából el kell fogadni a kritikát a focistának. Néha vannak jó pillanatai, néha vannak rossz pillanatai, túl kell lenni ezen. Bocsáss meg, csak most mondják a vezérlőből, hogy tényleg? Jó, hát akkor jöjjön be! Megvan a labdát! Meghoztuk a labdát! A Beta Galaxis 9. kvadránsából köszönjük szépen a bolygóközi labdaszedőnek, és ha hazafele a Pataki Attilát puszíjuk, jó? Tehát, hogy a labdákat mindig hozzátok vissza, az Attila maradhat. Ennyi. Tehát mi tényleg nagyon örülünk egyébként, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ez azért külön öröm számunkra, mert tényleg azért az oldalon veled nem bánunk úgymond kesztyűs kézzel, tehát nyilván megfogalmazzuk azokat a kritikákat, amik most itt elmondtad ezen a padon, hogy jogosak. Azt hagyd kérdezem meg, hogy a válogatott beli csapattársid, illetve ugye elsősorban a Videótonból, ugyanígy élik meg a játékosok, vagy van, aki tényleg nagyon zavar az, hogy esetleg mém keletkezik belőle, vagy ők hogy dolgozzák föl, tehát hogy mi az általános hangulat? Én próbálok túlélni. Arra gondolok, hogy van-e mondjuk olyan csapattársad, vagy játékos ismerősöd, aki megtudta, hogy bejössz a Trollfoci TV-be, és törölte a telefonszámodat? Nem, igazából mindenki jó pofán vett, hogy ide fogok jönni, és rögtek egyet, úgyhogy semmi extra nem történt. Én még egyszer köszönöm ezt neked, és most, hogyha már itt vagy, akkor első kézből szeretnélek szembesíteni téged az általad, és hát a rólad készült mémekkel. Valószínűleg, hogy már egy-kettőt láttál az interneten, de akkor nézzük meg az elsőt. Ami azt mondom, szerintem az egyik legjobb. Igen, tehát ugye NASA bemérte Nikolić labdáját, és ugye a kollega el is hozta ugye gyakorlatilag. Kicsit pirulsz, ne izgulj, Nikolić. Én úgy gondolom, ez normális, nem? De persze, természetesen. Hát, én is izgulnék, hogyha nekem kéne kifutni a pályára. És szeretném a következő mémet is megmutatni neked. Igen. Igen, kedvence. A Levi kedvence. Nikolićért bejelentkezett a New England Patriots. Puntert kerestek, igen. A szerkesztőnek az első kérdés, hogy gondolkodtál-e már, hogy majd az NFL-be levezetsz egy kicsit? Most már hogy is nyilvánsz kimenni Amerikába, nem levezetni, tehát most sportágat váltasz. Nem gondolkoztam ezen. Az balos volt, úgyhogy ha balra tudok ilyen jól rúgni, akkor jobban bármire képes lehet, hogy helyet állnék ott. Szép kis lövés volt, de fociban lehet, hogy nem kellett ennyire erősen próbálni. Harmadik
ami, ha jól tudom, az egyik kedvenc mémed, ami neked is elnyerte a tetszésedet, ugye Nikolic orvosi vizsgálaton járt a magyar-görög után, és ugye találtak egy jóindulatú gólt a lábodban, ami benne maradt, és hát ugye mi tudjuk, hogy van a lábodban egy bukaresti gól is, tehát... 6 pont. 6 pont, na, ez a követi az oldalt. Nem volt egyszerű a szituáció, mert amikor a Tőzsér Dani odaívelt a labdát, akkor arra koncentráltam, hogy jó vegyek át a labdát, és utána kiszorít helyzetben voltam, ott volt még egy védő, de ezek csak alibik, úgyhogy alibit nem szeretnék keresni, nem is szoktam, nem is fogok. Sajnálom, hogy nem lett gól, néha bemegy a labda, néha nem. Fél, a románoknak kell egy hármat rúgnod és mennybe mész, tehát azért... Így van, ezért szép ez a játék, mert ha a következő mérkőzésemben találok, lehet, hogy akkor mindenki elfelejti a románok elleni helyzetem, vagy a Görögország elleni helyzetemet. Hát azon leszek. A jó ló a derbi napján fut nagyot, ugye ezt szokták mondani, és figyelj, nem tudom, hallottál-e, van egy ilyen gittegylet, ez a Transfermarkt nevű oldal, ugye ők azt írják, hogy te jobb és bal lábas, tehát két lábas labdarúgó vagy ez. Láttál, nem? Tehát, jó, hát nincs több kérdés. És elérkeztünk a trollfoci egyik szent grájához. Ugye, ha jól tudjuk, hát nem jól tudjuk, neked az első válogatott mérkőzésed, ugye, az a gyalázatos amsterdami 8-1 volt. Ezt fel tudtad-e dolgozni azóta? Fú, hát... Nagyon nehéz időszak volt számomra az, de nem gondolom, nem csak nekem, hanem minden magyar embernek, aki szereti a focit, meg a csapatársaimnak, meg a szurkolóknak. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, azért mi segítettük át ezt a nemzetet ezen a tragédián, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Ennyit, hát, de soha nem röhögtünk egy bukott meccsen. Nem. Hát igazából mi nem tudtunk annyira röhögni azon. Ilyen világsztárok, mindamilyen hollandok, azok büntetnek kőkeményen, és minket megbüntették azon a mérkőzésen nagyon. Nekünk annyi volt az előnyünk, hogy mi egy fél idő után elmehettünk, nektek még ezt végig kellett ülni. Még egy kérdésem lenne így a válogatott kapcsán, hogy sok játékos csapattársad, a válogatott csapattársaddal beszéltem, és mindenki azt mondja, hogy nagyon jó most a szakmai stáb, nagyon jó most a hangulat, így a válogatott házatáján. Neked így Pali kinevezésével milyen tapasztalataid vannak? Tehát, hogy te is osztod azt, hogy jó irányba megyünk? Nagyon jó irányba megy, úgy gondolom, hogy csapat. Legfontosabb és legnehezebb mérkőzés előtt leült a kispadra, és egyből egy bravúrt csináltunk Románia ellen. És ha belugom a helyzetemet, akkor ez nagyon nagy dolog. Vagy ha megadják a szabályos gólunkat. Így van, ami az Ádi szerezte, így van. Úgyhogy jó irányba ment a válogatott, és Pali nagyon kellett ez, és remélem, hogy sokáig fog maradni, mert ez a csapat egyben van, és én úgy gondolom, hogy sokra vihetünk. De hogy kell ezt elképzelni? Bemegy az öltözőbe, és így nem tudom, három pohár vért leönt a torkotokon, és üvölt így ezerre, hogy gyerünk, ki kell venni, meg kell mutatni, vagy? Igazából pont nem ez. Engemet meglepett az a szituáció, amikor a románokkal játszottunk, és egyszerűen az az egy hét nagyon gyorsan le is ment. És nagyon, nagyon lazák voltak a játékosok, szóval nem volt az, hogy most egész nap videózunk, egész nap nézünk a románokat, ez a legjobb játékosuk, azok a legjobb játékosuk, erre kell figyelni, arra kell figyelni, nem. Egyszerűen bejött, volt egy regeneráló, utána elkezdtünk a közös munkát, természetesen videóztunk, megnéztünk mi is őket, elmondta azokat a dolgokat, amire kell figyelni, elmondta azokat a dolgokat, ami a gyenge pontjai a románoknak, hol tudunk keresni a mi lehetőségünket. Úgyhogy egyszerűen nagyon laza volt a hét, és a haladásnak is. A hét elején készültünk, de nem úgymond annyira koncentráltunk a mérkőzésre. Természetesen jött a csütörtök, péntek, szombat, amikor már jobban úgymond feszültünk és vártunk a mérkőzést, de ez mind pozitív volt, szóval senkiben nem láttam azt a félelmet, és ez Palinak köszönhető, mert nem volt görcsösség. Nem volt görcsösség, így van. Mindenki várta a mérkőzést, és mindenki fel volt készülve arra, hogy mi fog történni odakint.
és jó eredményeket tudtuk elérni. Szászúnak is egy a vége, mi bízunk Paliba, Pali bízik benned, mi is bízunk. Úgy gondolom, hogy a videótonnál jól érzed magad, minden rendben van, vezeted a góllövő listát, Pali ugye számít rád, előbb vagy utóbb el fog sülni az a Nikolić láb. És ezt nagyon várjuk. Minden egyes meghívott vendégünknek mutatunk ilyen mennyei-megyei videókat. Na, szóval megint három videót hoztunk, szeretném, hogyha majd kiválasztanád a neked legszimpatikusabbat. Nekünk már megvan a személyes kedvenceink, az első hát egy balhés szituáció a mennyei megyeiből, lássuk. Bori, mi volt ez? Üzd meg! Figyelj, meg is ütjük! Két egyháza nagy szénás, óriási. Nikó, tudod, hogy pályafutásodat hány piros lapot kaptál? Egyet sem. Hát akkor ezért nem kell fizetni utána büntetést. És ő a csapatból ki az, aki a legforró fejük? Tehát aki akár még... hogy mondjam, de le kell fogni, vagy valami, hogy tényleg ne csináljon meggondolatlanságot. Van olyan ilyen... Kiskokó. Kiskokó. Hát nem. Tehát ki az a... Torgellen Sanyi volt ilyen. Jó, hát is megint odafelültált. Torgellen, meg Roli is ilyen, de Rolinak van neve is természetesen, amikor odaszól a bírónak, meg Sanyi, amikor volt Vidiben, akkor a bírók másképp állnak hozzájuk, mert rutinos játékosok megbeszélnek velük, természetesen meghallgatják a játékosokat, de ugyanúgy meg kell hallgatni a bírókat. Sajnos abban a szituációban a pályán nem fog játékos dönteni, úgyis a bíró fog dönteni. Egy játékos csak ki tud állítani saját magát, és ez a legrosszabb. Következő videót tanult kollégám fogja bekonferálni, addig én kimentem. Hova mész? Nem mindegy, ez neked? Döntsük el, hogy ez most beadás volt, vagy egy szimpla lövés. Na jó, azt még megvárom. Hagyjad már magad, hát hogy volna mindjárt. Igen! Gyere, jó! Tudja, hogy lecsúszott, nem? Hát biztos, ezek a legszebbek, amikor lecsúszik a lábunk. És jön az utolsó videó, egyenesen Balatonalmádiból. Ez is érdekes lesz. Ajánlom figyelmetbe, lássuk. Na, tehát, hogy... Beférne a Vidibe is van. De komolyan, tehát így az edző helyett én már szaladtam volna egy igazolással felőtt. Gyere csak kis csávó. Na, válasz egyet nekem, légy szíves a három videó közül. Neked melyik tetszett a legjobban? Nekem? A második. A második. Jó, viszont nekem most tényleg ki kell mennem, úgyhogy a következőt az rád lőcsölném, jó a kérdéseket, de mindjárt jövök, jó? Írtak neked a trollfocin kérdéseket. Igen, igen, itt most ugye itt a hideg-meleg kérdéseket összegyűjtöttük neked. Jó, jó. Ez igaz, hogy állítólag ingyen ehetsz az összes görög éttermében? Az ország összes görög éttermében? Földobták a magas labdát itt nagyon. Nem szeretem a görögkáját. Na jó. Hogy itt egy komolyabb hangvételű, ugye hát most már utcahosszan vezetek a bajnokságot, és ugye a BR-ről érdeklődik a kedves olvasó, hogy mit gondolsz, hogy be fog-e jutni a videóton, esetleg bejut akkor onnan. Augusztus végén lesz még meccsetek? Igen. Hát remélem. Én úgy gondolom, hogy BL-be bejutni ez kemény munka, és én úgy gondolom, hogy videó úton van ahhoz, hogy nemzetközi porondon is jól szerepeljen. Akkor jön a következő kérdés, ez már annyira nem komoly. Bocs, csak nemrég tanult meg olvasni. Ja, igen. Ha visszavonulsz, nem gondolkoztál azon, hogy csillagász leszel esetleg. Itt megint szurkodnak. De akkor menjünk akkor még egy komolyabbra, azt mondja, hogy melyik az eddigi legjobb válogatott kapitány
akivel dolgoztál? Hát idáig három kapitányi dolgoztam együtt. A Sanyi bácsival pár napig együtt tudtam dolgozni, mert Hollandia ellen, vagy Hollandia után ő lemondott, és akkor Csábi József vezette az Andorra elleni meccset. Vele tényleg néhány napig tudtam együtt dolgozni. Pintér Attila érkezésével én is úgymond bejöttem a válogatottba, és ő hívott meg először. Bocsás, akkor megtanultál tolódni rendesen? Ja, megtanultam. Ezt nagyon komolyan mondtam. De lehet, hogy azért vezet a videóton 11 ponttal, mert mindenki megtanult tolódni, tehát ezt nem tudjuk. Félcsapat válogatott volt. Igen. Ha azt kérdezed, hogy ki bízik legjobban bennem idáig, az Pali, és remélem, hogy először az a dolgom, hogy tényleg a videótomból olyan formát produkáljak, hogy válogatottnak is tudjak segíteni, és akkor a szövetségi kapitány is be fog hívni, mert ha a videótomban nem fogok olyan formát produkálni, akkor nincs is helyem a válogatottban. Van még kérdésünk? Nincs több kérdés, vagyis hát van, tehát több millió kérdést feltettek neked a rajongók, csak ebből három politikailag korrekt volt, úgyhogy azt kiválasztottuk. Nem, egyébként az viszont. Készültünk neked egy ajándékkal. Egyébként most ugye az adás végére, hagyd kérdezzem már meg, ugye nem anyja Nikolics nem anyja, tehát téged hogy becéznek, melyik a hivatalos, hogy... Nikolics nem anyja, de... Aha. Nikó. Jó, hát igen. Jó, mert nem beszéltük meg, de összeraktuk. Úgyhogy készültünk neked egy ajándékkal, ezt szeretnénk adni neked. Fényfele tartanak, hogy látsz, mindent, sok szeretettel. Sok szeretettel, köszönjük szépen, hogy eljöttél. És még annyit egyébként, én hogy... Én is hoztam egy ajándékot. Nem mondod. Igen. Nézd csak meg, kitojt a szalmasas. Na, remélem, hogy... Nem tudom, kinek szurkoltok. Hát nem nektek, de... Köszönjük szépen. Át is veszünk, meg is mutatjuk a kamerának. Gyere, egy dedikált Nikolics, mutatom, így 17-es. Köszönjük szépen, és tényleg köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást.